Testépítő ként, ha eredményt akarsz elérni, fontos, hogy pontosan tudd, mit miért teszel, akár edzés, akár táplálkozás kerül szóba. Minden reggel általában 5 órakor kelek, átgondolom, hogy mit fogok edzeni, mik a napi teendőim. Reggel egy morning proteinnel indítom a napomat, utána zappelyhet eszek egy kis rizstejjel keverve, és tojásfehérjét szoktam. Teljes kiörlésű kenyérrel, vagy hogyha a tojásfehérjét már unom, akkor vagy csirkemell, vagy pulykamell sonkát eszem. Beérek a terembe, akkor munkával kezdem rögtön a napot. Van 2 személytréningesem, őket leedzem, utána betolok egy nitrox terapit, ezzel ráhangolódok az edzésre, és utána elkezdem gyilkolni a vasat. Nitrox terapit kötelezővé tetetném a láb és a hát edzésekhez, mert hihetetlen energiát ad, megpörgeti az embert, és sokkal több oxigént szállít az erekbe, az izmokba, az agyba, sokkal koncentráltabban tudok tőle edzeni, sokkal erősebb vagyok, és nem fáradok el olyan hamar. A Vianabol egy fantasztikus készítmény, kifejezetten férfiaknak. Hihetetlen erőt ad, abszolút a férfiasságról szól, erősebb vagy tőle, jobban bedurransz, jobban bírod az edzést, pörgősebb, és ami szerintem nem megvetendő, hogy az asszony is jobban mosolyog otthon. Edzés után a következő utam az irodába vezet, ott átnézem a levelezéseimet, rendezgetem a Facebook oldalamat, és válaszolgatok a rajongók feltett kérdéseire. 2 óránként szigorúan viszek mindig fehérjét a szervezetembe, ezt általában csirkemell vagy pulykamellel oldom meg, mellé szoktam barnarist, párolt zöldséget még hozzátenni, vacsorára pedig tengeri halat vagy tengergyümölcsét szoktam párolt zöldséggel fogyasztani. És közvetlen lefekvés előtt még egy kazeint.